Köszöntöm Önöket, ez a Stopper, a Hír TV sportmagazinja. Szép futballváros Kolozsvár, nincs lejmenet. Magyar tulajdonos, nemzetközi sikerek, sínen vannak a vasutasok. Ez nem vicc, ez mámor, az izé, az ámor már itt van és áldozatra vár. Becsület szavamra, meg vagyok szavarva, a szívem az ide-oda jár. Ennek a kulcsa, ez mégis csak furcsa, hogy ilyen gyors nem fogani van. Ez szép is, de hogyan lehet rém is, gyanakodva kell mégis fogadnom a szavát. A bátrak ajtóstul neki vágnak, és győzelemre várnak, figyeljen hát. Szép város Kolozsvár! A bátrak ajtóstul nekivágnak, és győzelemre vágynak. A Marica grófnő című operett ismert betétdalának sorai nem csak a szerelmesekre, a kolozsvári futballistákra és szurkolóikra is igazak. Az 1907-ben alapított CFR nemrégiben még az olasz sztárklubbal, az Interrel harcolt a továbbjutásért az Európa Ligában. Korábban a Manchester United és a Róma ellen is pályára léptek. A Bajnokok Ligája és az Európa Liga szereplésig azonban hosszú és rögös utat járt be a vasutas csapat. A Stopper a sikerek titkát kereste Kolozsváron. 1895-ben, amikor a kolozsvári egyetemi sportélet nagyon haldoklik, Kolozsvára küldenek egy Olerohi József nevű főtanfelügyelőt. Valahogy így kezdődött a kolozsvári futballélet. Nem meglepő, egy magyar szakember segítségével. Kijéni András kolozsvári sporttörténész mesélt a Stopper stábjának az őskorról. 1895-ben hoz egy labdát, amit eredetileg Angliából hozott. Azt itt hagyja az egyetemen, és egy évvel később pedig kírják a versenyvizsgát a tornamesteri állásra. Ezt az állást foglalja el 1896-tól Vermes Lajos. Ő az, aki tudja pontosan azt, hogy itt szükség van, és van terep a labdarúgás meghonosodására, és elviszi a diákokat a város melletti kis rétre. Itt volt az eredeti épület, tehát az ezelőtt levő épületben is, és ebben az épületben is volt neki egy kis tornaterme. Leteszi a labdát, és akkor olyan 25-25 egyetemi diák kergeti azt a labdát, és futnak utána. Nem volt semmiféle rendszere, sokat nem nagyon értett a foci szabályaihoz, taktikáról nem is beszélhetünk. Az első két társaságot aztán újabb kettő követte, és a sportszerető diákokból megalakul az első négy kolozsvári csapat. A labda ugyan már gurult Kolozsváron, ám az 1908-ban olimpiai ezüstérmes Somodi István nélkül alig ha beszélhetnénk ma labdarúgásról a városban. Somodi ügyvédként dolgozott, majd délutánonként atlétikát oktatott a helyi magyar ifjúságnak. A második bécsi döntés után, amikor a többi között Kolozsvárt is visszacsatolták az anyaországhoz, a fénykorát élte a helyi sportélet. 1940 után egy nagyon befolyásos személyiség volt a magyar sportéletben. Az ő segítségével lehetett elérni azt, hogy nagyon komoly pénzösszegek kerültek Erdélybe és Kolozsvárra. Ebben az időszakban újították fel a sétatéri pályát, amelyet a Kolozsvári Atlétikai Klub használt. Somodi 1963-ban hunyt el. Azóta itt a házsongárdi temetőben nyugszik. Nem messze a magyar irodalom, történelem és művészet nagyjaitól, Kós Károlytól, Reményik Sándortól, Dzsida Jenőtől. De az, hogy síremléke a mai napig áll, csodaszámba megy. Hosszú időn keresztül a sírkő leborulva állt. Azt a sírt, amely lejárt és nem volt hozzátartozó, azt nagyon hamar elvették és más családnak adták át. Így lehetett bújtatni a sírt egy jó időn keresztül, hogy a magas fűben a kő ledőlve állt, és így úszta meg gyakorlatilag a legvadabb kommunizmust, illetve a 90-es évek nacionalista polgármesterének az időszakát. A kolozsvári futball emblematikus alakja Kovács István is itt alussza örök álmát. Labdarúgóként is maradandót alkotott, de Hollandiában edzőként ért a csúcsra. A Johan Cruyff nevével fémjelzett Ajax mestereként kétszer, 1972-ben és 73-ban is beket nyert. A 40-es években egy nagyon erős kolozsvári csapat született. A kiegyezés utáni, a második bécsi döntés utáni időszakban a Kolozsvári Atlétikai Klubnak természetes kisebb segítséggel is, hátszéllel is, de az első magyar első osztályba került, és ekkor három évig szerepelt a magyar NB1-be, harmadik szezonban pedig
harmadik helyet nyert a bajnokságban, és második helyet a Magyar Kupában, elnyerve a legjobb vidéki egyesületnek a címét. Ennek a csapatnak már ekkor tagja volt Kovács István, aki igen szép sportolói karriert futott be, de edzőként, hát az Ajax edzőjeként lett igazán híres, és ő volt az, aki felfedezte Johan Cruyffot. A kommunista időkben a kolozsvári egyetemi csapat az U volt a város első számú klubja. Szurkolóinak egy része ma már román nacionalista, és finoman szólva sem kedveli a másik kolozsvári együttest, a CFL-t. Az 1940-es években azonban még korán sem volt ekkora a feszültség a két csapat között. Sőt, az U egykori kapusa, majd kiváló edzője is magyar volt, a ma már 88 éves Szoboszlai Miklós. Nagyon jó barátság volt. Egykoron a szurkolók között sem volt akkora az ellentét, mint ma. Szoboszlai Miklós azt nem tudja, hogy a drukkerek mostani szembenállása csupán mesterségesen szított feszültség, vagy valódi nemzeti villongás. Mikor én itt sztár voltam, szép fiú voltam, az 50-es években volt. Megállított egy román egyszerű ember, és azt mondta, most fordítom, mert románul hiába mondom, mert nem értitek. Szoboszlai úr, vagy Szoboszlai elvtárs, azt, amit maga máma tett, a románok sosem fogják tudni elfelejteni. Tényleg úgy jól védtem, és 1-0-ra győztünk, és mi kerültünk szóval be az NB1-be. Ez az 50-es években volt, Barátki Gyuszi volt az edző. És az U-nak a mai szurkolói, akikről köztudott, hogy magyar ellenesek? Hát azok nem, azok azt hiszem a fele nem is ismer. Miklós bácsi azt mondja, ma már hiába számít az Universitate román csapatnak, a CFR pedig magyarnak. Szívéhez akkor is a fekete-fehérek, vagyis az U áll közelebb. Szívemhez az U. Én ott ismertem meg a labdarúgást, és nem volnék becsületes magyar ember, ha nem ezt mondanám. Mert legszebb futballtörténeteimet ott éltem át, nem beszélve arról, hogy szentimentális vagyok, és úgy énekelni, mint az U annak idején egy futballcsapat se énekelt. A román U és az inkább magyarok által támogatott CFR közötti rivalizálás a külső szemlélő számára ma már nehezen érthető. Boros Miklós helyi sportújságíró szerint azáltal, hogy a CFR egyre sikeresebb, az U pedig a kiesés ellen küzd a román bajnokságban, a két klub szurkolói közötti szakadék is tovább mélyült. Egymást kölcsön szokták a mérkőzésen szidalmazni, akkor is, hogyha nem egymás ellen játszanak, ugyanakkor pedig gyakorlatilag van egy olyan tényező dolgokban, hogy egyik se ismeri el a másikat. Tehát itt egy hiúsági verseny folyik. Az U azt mondja, hogy nálunk nem az eredmény számít, hanem az, hogy mi ott vagyunk szurkok, és akkor is szurkok csodnak, hogy nincs eredmény. A CFR még elsőbb az eredményeivel büszkélkedik. Az U-nak mindenképpen egy nagyon kemény magja van, amelyik azért nem rettent vissza sohasem az erődemonstrációt és az utcai megnyírva erőszaktól sem néha, de azért igazán nagy balhék, mondjuk nyugat-európai, vagy akár a lengyel példát vegyük, ahol egy nagyon szélsőséges esetek vannak, nincsenek. Boros Miklós szerint bár a CFR szurkolótáborának nagy része magyar, a csapat nem tekinthető kifejezetten magyar együttesnek. A városlakossághoz képest felülreprezentált a CFR szurkolótáborában a magyarság. Ugyebár egy olyan városról beszélünk, aminek a legutóbbi nézszámos alapján a 17%-a a lakosságnak magyar, tehát egy körülbelül 50 ezer ember. Ehhez képest az a CFR meccsén rengeteg magyar szót lehet hallani. Felmérés az soha nem készült arról, hogy pontosan mennyi, de különböző becsések vannak, és sokan azt mondják, hogy akár a felét is elérheti. A szakember szerint ugyanakkor a tulajdonos és a klubvezetés soha nem hangsúlyozza, hogy a CFR magyar klub lenne. A csapat és főleg a klubvezetés soha nem nyilvánul meg magyarként. Tehát azért ne felejtsük el, hogy Pászkány Árpád a tulajdonos, de a klubvezetésben románok dolgoznak, a csapatnak portugál edzője van, a játékosok kétharmada külföldi játékos, tehát ők ezeket a dolgokat soha nem hangoztatják. Az idei szezonig nem is volt magyar játékosa a CFR-nek. Vas Ádám és az erdélyi születésű Sepsi László azonban az őszt már a CFR játékosaként kezdte. A CFR román szurkolói nem kívántak nyilatkozni. Lazsári István a klub egyik szurkolói csoportjának, a KVSC-nek a tagja viszont a drukkerek törzshelyén interjút adott a Stoppernek. Bár a sörözőben csak magyar szót lehetett hallani, István sietett leszögezni, náluk nincs különbség drukker és drukker között. Én részemről nem ítélném így, hogy magyar és román, tehát nem. CFR szurkolók vagyunk, van egy magyar körünk, ez igaz,
van egy magyar csoport, amely kialakul, de ez náluk is megvan, és szerintem nincsen ilyen etnikai, hogy magyar, román, részemről nincsen. Van a KVSZ-be nagyon sok román, akivel nagyon jól egyezünk, tehát szerintem a másik galeribe is vannak magyarok. István magát a csapatot sem tartja magyarnak, de a tulajdonos és a játékosok nemzetisége sem érdekli. Az, hogy valóban nagyon sok a magyar szurkoló, felismerem. Valóban nagyon sok a székelyföldi szurkoló. Nagyon sokan az utóbbi években magyar szurkolóként ezzel a csapattal kezdenek tartani. Lehet azért, mert nincsenek más alternatívák. Én ezt érzem. De ez nem azt jelenti számomra, hogy ez egy magyar csapat. Tehát ez egy magyar csapat. Én úgy érzem, hogy ez nem azt jelenti, és nem is kell abba az irányba menjünk, hogy ez egy magyar csapat. A CFR szurkolói rendre célpontjai a helyi rivális U fanatikusainak. Szerencsére azonban elsősorban csak szóban. Verekedésig ritkán fajul a dolog. Lazsári István szerint az Universitate szurkolók egyszerűen csak irigyek rájuk. Amióta a CFR egy felsőbb fokra lépett, azóta tart ez a rivalizálás. Összecsapásról nem annyira, mert azért jól voltak mindig megszervezve a foci meccsek, és azért nem engedték, de ilyen kisebb csoport összecsapás volt. Sajnos ez volt, de ez mindenhol benne van. Ez már a CFR szurkolói boltja. Vas Ádám Meze a harmadik legkeresettebb dressz a klubnál. Csak a csapatkapitány Kadu és a CFR góldjárosa Capetanos mezéből adnak el többet. Bögre, kulcstartó, sál, teljes a kínálat a szurkolói boltban. Nem csak az üzletek, maga a klub is a nyugati futballt idézi. Bő 10 évvel ezelőtt azonban nemhogy ajándékbolt, kis hiány csapat sem volt. Pászkány Árpád 2001-ben jelentette be, hogy beszáll az akkor még a harmadosztályban szereplő klubba. Az azóta eltelt 12 évben a CFR feljutott az élvonalba, Intertotó kupadöntőt játszott, román bajnok és kupagyőztes lett. Később jött a Bajnokok Ligája szereplés, idén pedig már a tavaszt is megélte a csapat a nemzetközi porondon. Pászkány Árpád bár kerüli a nyilvánosságot, stábunkkal kivételt tett. A klub tulajdonosa a Stoppernek adott interjújában mesélt a kezdetekről. Elmondása szerint, amikor átvette a csapatot 2001-ben, a CFR a megszűnés szélén állt. A vasúti vállalatnak a, mondjuk azt, hogy focizni szerető ifjabb alkalmazottai voltak a futballisták. Nagyjából úgy hasonlított egymásra, egymáshoz az öltözék, amit viseltek ugye a futballmérkőzéseken, olyan, hogy mondjam, halvány rózsaszintől Ferrari pirosig voltak a mezek, tehát úgy nagyjából olyan piros, és írvas mondva több volt a lyuk a hálón, mint amennyinek kellett volna lennie. Pászkány Árpád ellentétben az itthon megszokottakkal klubtulajdonosként teljesen nyíltan beszélt a fizetésekről és a költségvetésről is. Még körülbelül arra gondoltak, mint olyan 5-től 10 ezer euróig vagy dollárig, hogyha bejönne nekik ez havonta, akkor ez még a túlélést legalábbis egy fél szezonig megoldaná. És mondtam nekik, hogy ez körülbelül olyan dolog, mint amikor egy súlyos beteg kómában van, és meggyógyulhatna, de ahhoz viszont ki kéne fizetni egy elég drága operációt. Nincs annyi pénz, de valaki fizetgeti a villanyszámláját a műtüdőnek. Na most, hogyha összegezzük, a könyvelők szerint egy olyan 107 millió euró van benne ebbe a klubba. Tehát ez a mi effektív betettőke, amihez hozzájön körülbelül egy ugyanakkor összegű bevétel. Tehát mondhatom azt, hogy mondjuk azt, hogy 11 év alatt a klubnak az összforgalma az körülbelül 220-230 millió euró volt, és mondjuk azt, hogy körülbelül egy olyan 2 éve mondhatni, hogy a klub önfenntartó. Tehát ez a 107 millió, ebben benne van a stadion, benne van a edzőpályák, benne van minden, ami infrastruktúra, illetőleg ugye a többszörös játékos állománynak a felvásárlása. A CFR költségvetése évi 15 millió euró. Csak összehasonlításképpen a legtehetősebbnek mondott magyar klub sajtóhírek szerint 10 millió euróból gazdálkodik. Pászkány Árpád nem vesz ki pénzt a csapatból, és örül annak, hogy klubja ma már önfenntartó.
A CFR működik, a csapat sikeres, a tulajdonos azonban nem tervezi, hogy újabb klubba fektet be. Rengeteg hely van, ahol az ember jól érezheti magát, de otthon csak egy hely van. Nekem az otthon az Kolozsvár. Tehát, hogyha nem élne itten a családom, gyerekeim, barátaim, biztosan, hogy nem választottam volna azt, hogy megvegyek egy futballklubot Kolozsváron, és azt dédelgessem. Ebből kifolyólag nem áll szándékomban ezt csinálni sem Magyarországon, sem, mit tudom én, Svájcban, vagy Olaszországban, vagy egyéb helyeken. Nem a tulajdonos megy külföldre, a külföldiek jönnek Romániába. A nagy áttörést az Intertotó kupa döntő jelentette. Azóta könnyebb a CFR-hez csábítani légiósokat. A csapat jelenlegi edzője Paulo Sergio is Portugáliát hagyta el a Kolozsvár kedvéért. Az üzletember ugyanakkor hozzátette, azért is igazol külföldről, mert Romániában nincs megfelelő utánpótlás. 1989. decemberig, hát Romániában két órás tévéműsor volt, az államilag biztosított két órás tévéműsor, szórakozási lehetőség minimális, ebből kifolyólag mondhatni, hogy 90%-a az ifjúságnak az valamit sportolt. Ugye miután összedőlt a kommunizmus, már a hónapra tágasan megnyíltak az egyéb szórakozási lehetőségek. És ez pont olyan, mint az éhes ember, amikor meghívják egy lagzira. Ugye akkor két villával, két kanállal kezd enni. Na, ugyanezt történt nálunk is. Ugye megjelent a számítógép, a videó, a diszkó, a lounge, a minden, amit el lehet képzelni. Ki az ördög akart már sportolni? Pászkány Árpádot elmondása szerint nem foglalkoztatja, hogy román vagy magyar klubnak tekintik-e egyesületét. Neki csak az számít, hogy mindenki profin tegye a dolgát. A CFR tulajdonosa, akárcsak a Videoton szakemberei leggyakrabban Portugáliából erősít. Hát nálam az edző lehet magyar is, olasz is, portugál is, román is, csak hozza az eredményt. Elsősorban megnéztük azt, hogy melyik az a pénzügyileg megfizethető futball, onnan el lehet hozni játékosokat, akiknek a stílusa hasonlít a román bajnokság stílusához, illetőleg amivel Romániában bajnokit lehet nyerni. És miután jól szétnéztünk, láttuk, hogy ez Portugália. Pászkány Árpád futball sikereihez nélkülözhetetlen az üzleti életben szerzett rutin. A tulajdonos ugyanakkor azt mondja, többször találkozott számára idegen, érthetetlen helyzetekkel. A futballistáknak és az edzőknek összehasonlíthatatlanul több joga van, mint felelőssége. Hogyha aláértel egy szerződést a játékossal, a maximális büntetés, ami kiróható rá, akkor, hogyha nem tiszteli a klubot és önmagát, ugye azzal, amit végez, maximum 25% lehet a büntetés a szerződéséből. Találkoztam olyan játékosokkal, akiket azért vettünk meg, mert jó teljesítményt nyújtottak nagyon jó kluboknál. Nálunk a többszörös fizetést kapták startból, mint az a hely, ahonnan jöttek, és valahogy ez, hogy mondjam, érdekes módon, ahelyett, hogy serkentette volna őket, vagy ahelyett, hogy még többet akartak volna, látván a lehetőséget, hogy CFR-től akár tovább is lehet menni, még nagyobb összegért, valahogy úgy eltompultak. Olykor tehát házon belül is történnek érthetetlen dolgok, házon kívül azonban ez rendszeresen előfordul. A tulajdonos nyíltan kimondja, hátránnyal indulnak a többi csapattal szemben a román bajnokságban. Megmondom, hogy mi a helyzet, hogyha bukaresti csapat lennénk, akkor nagy valószínűség szerint 5 évadból nem háromszor, hanem minimum 4-szer nyernénk bajnokit. De az is lehet, hogy 7-ből 6-szor. Minden egyes ilyen vezetőségi fórumnak a székhelye Bukarest. Óhatatlanul azok ugye találkoznak egymás közt, találkoznak különböző kluboknak a vezetőivel. Kizárólag csak a pénzügyi érdekek mentén, hogy mondjam, szinte semmi sem túlságosan fekete ahhoz, hogy ne tennék meg. Köztudott az ugye, hogy bírók voltak letartóztatva, klubvezetők voltak letartóztatva, akik gyakorlatilag konkrét bizonyítékok voltak, filmezés, hangfelvétel, próba, ugye arról, hogy gyakorlatilag megvásárolták a mérkőzéseket. A klubtulajdonosok és a játékvezetők mellett az ellenfél játékosai is tartogatnak meglepetéseket a CFR számára. Nem védik becsületesen és becsülettel az érdekeiket. Tehát látod azt, hogy amikor egy-egy bukaresti csapat ellen játszik, nem akarok nevet mondani, akkor milyen egyszerűen történnek a dolgok után, amikor ellened játszik, akkor olyan, mintha a kínai-orosz fronton lennének.
klub támogatottsága ugyanakkor, vagy tán pont ezért soha nem látott méreteket öltött az utóbbi időben. Egy felmérés szerint az erdélyi terület 77%-a a CFR-nek szurkol. Egész Erdély az azt jelenti, hogy kb. 13 millió ember. 77% piaci kóta, úgyhogy a következő az, ha nem tényleg 11%, azt jáva, stb. Már nem is számít. Tehát az már valami. És még van egy másik dolog, hogy a CFR-t azt mindenhol szeretik. CFR ellen oké, szurkolnak a szurkolók, egészen mindig van a mérkőzés, de mérkőzés után a játékosokat gratulálnak nekik, ugye nemzetközi eredményekért, meg mondják, hogy a hétvégén akkor verjétek meg a bukarestieket. Az Inter ellen hiába álltak ezrek a csapat mögött, az olasz tárklub 5-0-ás összesítéssel kiverte a CFR-t az Európa Ligából. Persze Kolozsváron nem csak az Inter elleni Európa Liga meccs, hanem a magyar-román zárt kapus VB-selejtező is hosszú ideje témát szolgáltat. Ami a szakmát illeti, az egykori kapus Szoboszlai Miklósnál a román csapat az esélyes. Szerintem momentán, ahogy láttam én ezt a magyar válogatottat, a román válogatott jobb. Persze, hogy egy handicap a magyaroknak az, hogy publikum nélkül játszanak. Viszont egy előny, hogy ez arra készteti majd a román publikumot Bukarestbe, hogy fegyelmezetten viselkedjen. Boros Miklós szerint a románokért szorítók egy része sajnálja, hogy nem juthat be a budapesti mérkőzésre. A határmenti településekről ugyanis több busz is indult volna a magyar fővárosba. A román szurkók részéről is látszott az, hogy nem örültek, főleg az erdélyek nem, hiszen nekik ez az alkalom, hogy eljuthattak volna a román válogatott mérkőzésre, nekik Budapest például közelebb van mondjuk egy szatmári, aradi vagy nagyvárdi embernek, mint Bukarest. A klubcsapatok kemény magjai, például az U vagy a Steaua szurkolói azonban Boros Miklós szerint nem is terveztek budapesti kirándulást. Általában a román válogatott idegenben, nyugat-európai mérkőzésen többségben vannak a kindolgozó, vendégmunkásként dolgozó emberek, és utazni is elsősorban sokszor regionális alapon történik a dolog, főleg a bukaresti klubok útrai, mondjuk lehet, hogy Bulgáriába, Szófiába elutaznak, de például mondjuk Budapestben vagy Bécsben nem. A romániai magyar drukkerek nagy része viszont Bukarestben nem tart a magyar csapattal. Elmondásuk szerint ugyanis már tudják, mi vár ott a magyarokra. Azt pedig mindenki sajnálja, hogy a budapesti túráról is le kellett mondani. Én nem, annyira nem, de tervezték nagyon sokan az utazást, és a véleményem, hogy mi erről, hát itt fáj nekünk, hogy... Bukarestbe elképzelhető, hogy elutaztok? Nem, Bukarestbe. Az én részemről nem, de lehet mások elutaznak. Szerintem Székelyföldről biztos el fognak utazni. Én részemről nem fogok elutazni. Én tudom, miért nem fogom elutazni, mert tudom már, milyen a bukaresti hangulat. A székelyföldi magyarok addig is a CFR stadionba varázsolhatnak fergeteges hangulatot. 1896-ban még 50 egyetemista rúgta a bőrt egy réten. 2013-ban Zanetti, Cassano, Cambiasso és Guarin a Gépész utcai stadionban. Nagy utat járt be a kolozsvári futball, és nagy utat járhat be a CFR is a Pászkány Árpád nevével fémjelzett korszakban. A zömében magyar ajkú szurkolók bizakodóak. A jövőben még több kincs kerül majd Kolozsvárra. Szép város Kolozsvár, majd ott lakunk a Szomosnál, hol minden piros, fehér, zöldben jár. A Stoppert, a Hír TV sportmagazinját látták, legközelebb egy hét múlva találkozunk. Addig is várjuk leveleiket a stopper@hirtv.net e-mail címre, korábbi adásainkat pedig töltsék le a Hír TV weboldaláról. Viszontlátásra!